Szép napot kívánok mindenkinek! Most akivel beszélgetni fogom, a vendégem, az ennek a díjnak a tulajdonosa. Az van ráírva, hogy Artisius díj, junior kategóriában az év zeneszerzője. Akkor vendégem a stúdióban Kozma Kata. Sziasztok! Aki zeneszerző, előadó művész, zenei producer. Mínusz az előadó művész, igen. Előadó művész nem vagy? Nem adsz elő a saját régebben, régebben igen, de aztán inkább maradtam a zeneszerzésnél és a producerkedésnél. Első ilyen tapasztalat, lehet, hogy óvodáskorban volt, vagy lehet, hogy iskolában. Emlékszel rá? Ami elindított erre a pályára? Igen, igen. Már ilyen 5 éves korom körül a szüleim észrevették, hogy dudorászom, éneklem mindenhol. Én is dudoráztam, de nem belőlem semmi. Igen, és igazából beirattak egy ilyen tanfolyamra, ahol kisgyerekek tapsikolnak, meg énekelnek, és ott indult az egész történet. Van valami szerepe ebben a fejlődésben, vagy önmagad megtalálásában, hogy Amerikában éltél hosszú időn keresztül? Igen, igazából egész életemben amerikai zenét hallgattam, mert a családom is ezt hallgatta, tehát a Beatles-en keresztül jazz, soul, popot, gospel zenét, és mindig valahol éreztem belül, hogy nekem igazából ott van kint a helyem, és ezért utána 18 éves koromban ki is mentem suli után. És a zeneszerző és a producer, zenei producer, ez a kettő dolog az egymásból fakad te benned? Mert különböző szakmáról beszélünk, ha szakmát mondjuk. Ez egymásból fakad? Igen, tehát? Igen, azt hiszem, hogy főleg a mai világban, ahol egyre inkább az elektronikus zene teret kap, és a számítógépen keresztül, virtuális hangszereken keresztül hangszerelünk egy csomóan, amit megírok zenét, azt én is hangszerelem, akár akusztikusan, akár a gépen keresztül. És nincs benned olyan vágy, hogy igazi hangszerek szóljanak? Mert azért, ha régi zenéket nézzük, amikor nagyon egyszerűek voltak a panelek, ahol 4 sáv volt maximum, és akkor ott szép lassan dolgoztak. Más az igazi hangszernek a hatása. Teljesen igazad van, és egyetértek abban, hogy semmi nem hasonlítható egy akusztikus hangszerhez, és szerencsére ezt is abszolút csinálom, tehát hangszerelek akusztikus formációban is, és virtuálisan is. És vannak neked példaképeid, a zeniszerzőket nézők, vagy a producereket nézők, akik hatása vannak lenne? Rengeteg? Akiket ma nagyon sokat hallgatok, zeneszerző, Lady Gaga az abszolút number one, akkor Julia Michaels, ő egy fiatal, 23 éves zeneszerző amerikai, őt is rengeteget hallgatom, akkor Ed Sheeran, ugye gitáros énekes, ő angol, és még fel tudnék sorolni 1 milliót producerek közül is. Egy művész embernek egy kicsit arra kell vigyázni, hogy ha mind a kettő szakmát, ha nézzük, egy kicsit nem vigyáz az ember, akkor iparossá válik a szakmájának. Mert ezt rendelték, akkor ezt megírom, mert ismerem. Te vigyázz arra, hogy igazi művész maradjál? Szerintem igen. Igen, eddig sikerült ezt megtartani. És nagyon-nagyon vigyázok arra, hogy magamnak is zenéjek, magamban is zenéjek, és elkülönítsem azt, ami belül van, és ami a művészi énem, a professzionális, úgymond úgy bartelos cucctól. Igen, igen. Úgyhogy erre kell vigyázni mindig. Amerikában írtál egy dalt szeretetről, meg tehát hasonló szellemiségben, mint We Are The World, vagy All You Need Is Love című dal, ugyanolyan szellemiségben, persze teljesen más a te műved, de ez belülről fakad? Tehát belül jönnek ezek a gondolatok, vagy a szavak? Ez abszolút. Azt hiszem, hogy ez az első dal, ami igazán önazonos, és ugyan megrendelésre írtam egy nemzetközi jótékonysági alapítvány kampánydalaként, de nem véletlenül dolgoztam rajta közel 1 évig, mert azt, igen, hát egyrészt volt rá idő, nem tudtuk, hogy pontosan hogy lesz a megjelenés, és ezért vigyáztam arra, hogy tényleg a legbelső, belülről fakadó dolgokat közvetítsem szövegben is, és dallamban is, és hangszerelésben. És hát én sokszor néztem azt a reklámfilmet, amit úgy, ide vizes VB, ami lesz annak a zenét, te írtad. Igen, igen. Amikor ezeket a zeneket hallod, akkor
tudod, hogy ez én vagyok, vagy mintha valami más írta volna. Tehát sokszor ember hallja valamit, és nem is rólam lenne szó. Tehát ilyenkor totálisan azonosulsz az egésszel, és az tovább visz téged? Igen, igen, egyébként van egy ilyen énem is, tehát abszolút van egy full csak producer, commerce zene, és ezzel szerintem semmi probléma nincsen, de azt érzem, hogy ez mind, tehát a költői és lírai énem is jelen van, és a commerce-ebb énem is abszolút. Tudod, nézzük a mostani zenéket, akkor most senkit nem akarok megbántani, de azok a 90%-a az kukába való, tehát annak nincs, nem képvisel semmi értéke, csak slágerekért valamit összeraknak valami géppel. Te igazán minőségre törekszel? Tehát igazán, hogy a zene legyen, most teljesen mi számítógépet csinálja, vagy igazi hangszereket? Uh-huh. Igen, 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 abszolút törekszem a mindennapokban arra, hogy akkor is, hogyha valami egyszerűt írok, annak legyen valamiféle olyan tartalma, vagy olyan kis extra százalék benne, amihez kapcsolódnak az emberek, és nem csak úgy. Írsz más előadóknak is dalokat? Igen, abszolút, igen? Rendszeresen, igen. Igen. Ilyennek írtam, ugye őt ismerik a nézők, Szabó Ádám, tangoharmonikás énekes, igen. A dalban egy-két előadónak. Meg Radics Giginek, aki most ugye, készül. Neki most készül. Ez titok, még nem szabad el. Titok, de meg most titok. Már mindegy. Igen. Szóval nem beszéltünk róla. És közben jut idő saját életedre, magánéletedre, tehát olyan felszabadult életet élsz. Ezt nem darálja le a szakma. Nem, ezért is nem akartam előadói szakmába bele bonyolódni, mert így tök jó kiegyensúlyozott az életem. Van időm abszolút magamra, a kutyáimra. Fogadjatok, igen, örökbe kiskutyát. Igen. Ja, na, hát ezért jöttél, nem ezt beszéltem. Igen, ne vásároljatok. Gratulálok a díjhoz, Kata. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és látszik, hogy nagyon kiegyensúlyozott valaki vagy. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen.